Sziasztok, kedves Ez most megint egy oktató videó lesz, és örülök, hogy más is hasznosnak tartja, nem csak a saját tanítványaim. Mindenesetre most úgy alapult a következő, meg az előző hétvégén, hogy ilyen 16 órákat dolgozom, mint egy becsületes stahanovista óvónő, vagy szövőnő, vagy nem tudom én kicsoda. Tényleg szövőnők, nem az óvónők, de mindegy. Annak idején azok is elég sokat dolgoztak. Létezett az az, az intézmény, úgy hívták, hogy hetes bölcsöde, képzeljétek el. Az azt jelentette, hogy mivel Annó kétszer hat hét volt a szülési szabadság, és a legtöbb nő hát inkább előtte is kivette, vagy hát tehát összesen 12 hét, tehát kevesebb mint három hónap, ha utána vissza kellett le, menned dolgozni, mert nem tudtál otthon maradni, és nem lettél közvetés, széles munkakerülő, akkor gyakorlatilag és nem volt, nem volt hogy hívják nem volt nagymama vagy segítség, akkor az történt, hogy beadtad a gyerekedet hetes bölcsödébe. Ez azt jelentette, hogy vasárnap este elvitted a gyereket, vagy jó esetben hétfőn hajnalban, és szombaton este elhoztad, aztán később ez módosult péntek estével, mikor már szabad szombat volt, de nagyon-nagyon hosszú ideig ez volt. Képzeljétek el azokat a gyerekeket, akik így nőttek föl, csak zárójel. Na mindegy. Sok minden kavarog bennem, az az igazság. Ez ugyan egy ilyen hónap indító konjunkciók, ez volt a címe, vagy ez a címe ennek a videónak, és oktató videónak szánom egyértelműen, de sokat fogok beszélni úgy mellékesen dolgokról, amik eszembe jutnak. Egyszerűen azért, mert annyira szeretném, ha értenétek, hogy nagyon nehéz időszak akkor célúzott meg az emberiség, fogalmazzunk ilyen. Igen, azt akartam mondani, hogy, és azt hiszem az a tisztességesebb, ha azt mondom, hogy amit ránk akarnak majd kényszeríteni, és nem dölt el a harc, tehát egyáltalán nem dölt el a harc. Ami veszélyes az az, hogy a fiatalokat elképesztően lehet befolyásolni, hogy a fiatalokat elképesztően lehet tüzelni, és a fiataloknak nincs annyi tapasztalatuk, emberismeretük, dologismeretük, hogy rájöjjenek arra, hogy manipulálják őket, és ez a legnagyobb veszély. Tehát nekünk, idősebbeknek, felelősséget ismerőknek és dolgokat megértőknek az a, az a feladatunk, hogy megpróbáljuk őket valamennyire befolyásolni és elterelni. A helyzet az, hogy nekem ez igazából azért nem megy, mert engem előnt a, a vörösdű, és elkezdek üvöltve, ordítva veszekedni, vagy káromkodni, ha hülyességgel találkozom. Tehát én erre nem vagyok igazából alkalmas, így vagyok alkalmas, hogy elmondom a véleményemet, és hogyha vannak közöttetek fiatalok, akik hajlandóak rám figyelni, akkor nagyon megtisztelve fogom magam érezni. Na nézzük a konjunkciók témáját. Tehát a, a, ugyan mindig nézegetem a téli időpillanatot, tekergettem ezeket a képleteket, négyféle asztrológiai programom van. Az egyik az kizárólag csak a csillagállásokat nézi, ez a Starlight nevezetű program, és a rajzokat mindig az asztrokarmával csinálom, azért, mert a, ez az, amit ajánlunk a karmasztrológiai tanulóknak, mert egy végtelenül egyszerű program, és nagyon könnyen lehet kezelni, és nagyon szép, tiszta rajzokat lehet vele készíteni, de ott van a Solar Fire, ami szintén egy profi program, stb. Most nem megyünk bele programmagyarázatba. Szoktam így előre tekinteni, megnézni, ugye, hogy mi lesz a következő esemény, és most a március elsője néz ki érdekesnek, ugyanis rengeteg konjunkció van mi is a konjunkció? Nagyon egyszerű: van két égitest, és egymás mellé kerülnek. Ugye az orbisa ennek módszertől, iskolától függően 3-4, 5, még 6, még 7, még 8 fok is lehet. Mi a karmasztrógiában maximum 5 fokot engedélyezünk, ez is akkor, hogyha bepontosodó, ezt a fényadóknál lehet egy kicsit növelni, de általában azt mondjuk, hogy 5 fokon belül áll valóban együtt két bolygó. És úgy szoktam megtanítani, hogy zárójel, kényszerű, zárójel bezárva, összeolvadás. Miért van ez a zárójeles kényszerű? Hát azért, mert rohadtul nem mindegy, hogy két égítest mennyire kedveli egymást, mennyire összeegyeztethető az energia mintájuk, vagy a hatásuk. Van, amelyik szereti a másikat, van, amelyik baromira nem. És van, amelyik harmonizálható, és van, amelyik hát nagyon-nagyon nehezen harmonizálható. Ezzel azt szoktam példának mondani, hogy hogy tegyük fel, hogy felszállsz a buszra egy, egy nehéz nap után, mész haza a munkahelyről fáradt vagy, és a buszon van egy mozdatlan ember hát nyilvánvalóan próbálsz elmenni abból a körzetből, abból a helyből, ahol van ez a valaki, tehát minél messzebbre akarsz kerülni, mert taszít az illető. Ha viszont felszáll egy helyes, aranyos, szép lány vagy fiú, akihez vonzódsz, akkor melléje szeretnél állni. Na hát körülbelül így működnek az égitestek is. És akkor nézzük is meg, hogy milyen konjunkciókat találhatunk. Remélem, hogy ott... Ö, ö, betítek ki a számotokra, így van, tehát március 1-én a déli, órá, déli órák van, ö, alapvetően látjátok, rengeteg minden van, menjünk sorrendbe, ha, ha déli órákat nézzük, akkor a palaszaténé éppen emelkedni fog az a rák asztendensen. ugye önmagában az asztendens mindig a fizikai test, ez az, ami bejön az, a, az ajtón, palaszaténé pedig az okos lány, a bölcsesség és a honvédelem, Arhetípusa, ugye ö, nem éjfélre készítettem el ezt a képletet, többek között az egy sem, mert szeretem a nappali dolgokat. Tehát itt most tulajdonképpen nem kellene nagyon ragoznunk, hogy most az asztennen semmi van, mert az összes többi állás viszont bőven 24 órán belül még mindig ott lesz. Ez az egy pedig azon múlik, ugye, hogy hány órakor és hova készíted el a március elsőjei, hónapindító képletedet, éppen ezért olyan nagyon nem lényeges. Viszont, ha látod ugyanezt az állást egy, egy normál ügyfélnek a képletében, az azt fogja jelenteni, hogy az illető egyrészt nagyon szép, ugye az összes istennő szép, tehát bármilyen istennő energia kerül az aszendense, az mindig átsugárzódik, tehát valaki szép, értelmes, okos, mondhatnám, hogy bölcs, de hát ez nyilván a bölcsesség azért hát valamennyire tapasztalaton, élettapasztalaton is múlik, de minden esetre van benne egy adag honvédelem, egy adag, egy adag harcosság, ami soha nem önmagáért van hogy mondjam, hadtestbe állítva, hadrendbe állítva, hanem mindig valakiért, egy szent célért, egy, a, a, hazáért, egy, egy, személyért szól, de minden esetre ott van a harcosság, ott van a küzdőképesség, hogyha ilyet látsz. Az összes többit viszont már lehet elemeznünk. Ugye még egy dolgot, ugye az MC nap együttárs, szintén olyan dolog, ami, ami minden délben megtörténik, de azt azért megint csak tudjad, hogyha ezt látod, hogy egy képletben MC-nap együttálláson, akkor biztosan ez benne, hogy az illető főnöknek született, vezérnek született, főnöknek, uralkodónak, magas minőségre, mert ragyogni akar a fönt az égbolton, hogy úgy mondjam. Gondoljatok bele abba, hogy a magyar parasztok befejezték mindig délben tehát déli harangszóra befejezték a munkát, akkor ebédeltek, és ahogy Papgában nagyon sok videójában elmeséli, ez azért volt, mert ugye a fény a legtelítettebb időben, hogy megáldja a fény az ételüket, akkor vették magukhoz. Ez ma már nem lehetséges, mert zónaidő van, sőt, tulajdonképpen a nyári időszámítás miatt az a 12 óra harangszó, az 11 óra, tehát beszerem a, a, rendes dél. Ettől függetlenül én szeretem a nyári időszámítást, imádom. Örülök annak, hogy sokáig van ö, fény, tehát én, én, szerintem hagyjuk, meg. tehát nem olyan nagy kaland egy órával később kellni, mert korábban kell, ne szórakozzatok már. Tehát most lehet, hogy az energiaspórolás miatt végül is nem piszkálják ezt meg. Én mindig nagyon örülök, hogyha ha jön, visszaállítjuk a régi időszámítást, mint a normálisat, akkor egy órával tovább lehet aludni, be lehet vackolni, de vak sötét van este, azt utálom. A nyári időszámításnál meg nyerek egy órát, este a fényjel, amit mindig nagyon, nagyon, szeretek. Na, nézzük tovább. Azt látod, hogy a Merkur közeledik a Szaturnuszhoz, ezt nevezzük blokkoló együttállásnak, de belefut egyelőre a Szaturnuszba. Érdekes módon másnapra ezek teljesen együtt állnak, sőt a Merkur harmadapra jegyet vált, tehát ugye most éppen nagyon gyors mozgású a Merkur, ugye az átlagos haladási sebessége egy fok most éppen gyorsabban jár. Aztán van egy Plutó hügelje együttállás, ugye ez a gyógyuló transformáció, gyógyító transformáció, úgy is lehet fordítani. A Saturnus mert meg úgy lehet fordítani, hogy szájzár, most éppen a blokkolás miatt. Azt se sokkal kellemesebb, amikor mögé kerül a Saturnus, de tehát például itt láthatsz egy olyan, olyan konjunkciót, amiben a, a felek nem szeretik egymást. Mert a nap MC imádja egymást. A, a aztán nem szintén nagyon hasznos, a Plutó hügelje szintén. A Saturnus Merkur az viszont azzal az a gond, hogy gyakorlatilag ez a szájzár energiája, tehát a Merkur csevegni szeretne, meg kitárulkozni, meg, meg gyűzsögni. a Saturnus meg azt mondja, hogy állj, ez az, amit nem lehet. Tehát ez egy, ez egy nehezebb, ez a kényszerű együttállás. Aztán itt láthattok egy tulajdonképpen négyes vagy akár ötös konjunkciót is, a veszta Austria ugye még mindig nagyon szoros, emlékeztek rá, és akkor van egy Vénusz-Jupiter konjunkció, ami szintén másnapra aztán már nem csak, hogy egy, együtt áll, hanem még távolodik is. Ezt szeretjük, tehát ez egy, ez egy nagyon szép konjunkció, hogy a Vénusz-Jupiter a két szerencse bolygó, a kis és nagy szerencse szövetkezik, és ugyanakkor van egy közeledő, Jupiter-Keiron konjunkció, amihez a Vénusz hamarabb fog hozzápontosodni, tehát először fogsz látni egy Vénusz-Keiron, és utána egy Vénusz-Keiron. Egy inkább így mondom. A Vénusz először hozzápontosodik az Jupiterhez, és utána majd később a Keironhoz. Hogyha szét akarjuk szedni, ugye a az asztriai vesztát, azt már kívülről fújjátok, fókuszálás a karmatörésre, a sorsváltoztatása, a Vénusz Jupiter az a kis és nagy szerencse találkozója, és a Jupiter Keiron pedig, az pedig az aranyra váltás a, a, a karmikus sebeknek, tehát amikor nem a sebek nyalogatásával foglalkozunk, hanem már aranyra váltjuk, már, már készpénzre váltjuk őket. Tehát ez egy izgalmas ötös együttrezgést tulajdonképpen. A két legtávolabbi égítest, az Astrea és a Kejron nem állnak együtt, de az egész így behúzzák egymás keresztül, halkasul. És akkor van még egy érdekesség, ez a Cairn-Juno sötét hollilit hármas konjunkció. Ebből is ugye az, azt mondtam hülye, Eris. Tehát az Eris a drasztikusan megváltozó külső körülmények, a Juno a szövetségkötés. Ugye amikor ezt készítem, ezt a videót, akkor bőven. Előtte vagyunk még ezeknek a dolgoknak ugyanis, ahogy mondtam, minden hétvégén most éppen 16 órázom, tehát igyekszem minden időt kihasználni. Azért nézem ennyire előre a dolgokat, hogy nem, hogy lemaradjatok valami fontosról, és ezt konkrétan majdnem egy héttel korábban veszem föl, öt nappal korábban, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a Juno you know Eris vajon behozza el a különböző szövetségek, szövetségi rendszereknek a drasztikus szétrobanását, vagy szétválását, vagy, vagy ott történik-e valami. Tehát a, a dolgok újra a gondolására tippelek, nem beszél valahogy hogy ott van a sötét Lilit, ami pedig az átok magunkra vétele. A június sötét Lilit, az bizony szól arról, hogy valamilyen szövetség, hogyha le akarom vinni személyes szintre, a párkapcsolatban inkább vállalom azt, hogy csak átkozzon meg az egy, a másik, de nem vagyok hajlandó egy méltatlan helyzetben benne lenni, Hát majd meglátjuk, ugye, nem, nem, tudom, hogy ez, ez a világban hogyan fog megvalósulni. Na, ez, az, ez az, amit szét akartam nektek itt szedni, ez az ötös konjunkció. Hát megnézitek, szoros értelme véve, mivel az, az Asztria az 8 fok 28-on áll, a Keiron pedig 13 fok 52-ön, ez bizony egy picivel fél fokkal, majdnem több, mint az a bizonyos 5 fok, amit mi elfogadunk, de tök mindegy, mert egymást behúzzák itt az égitestek. Ugye, ami láthatóan nagyon szoros, az a, a Veszta Astrea és a Vénusz Jupiter, de tulajdonképpen szorosnak tekinthető a Keiron Vénusz is. És akkor nézzük meg a napi haladási sebességeket, mert így fogjátok érzékelni azt, hogy akkor mi történik, mert egy dolog, hogy mi áll egymás mellett, és egy másik, hogy vajon egy hátrébáló égitest beelőzi-e a másikat, vagy sem. Ugye a Vénusznak a a sebessége az 1 fok 13, az átlagost 1 foknak vesszük, de Isten igazából, ha nagyon sokszor megnézitek, akkor látni fogjátok, hogy ez az 1 fok 10, 1 fok 13, 1 fok 15, nagyon gyakori, tehát ő most normál sebességgel halad, ezt mondhatjuk. A Jupiter viszont 13 év perc, 27 év másodperccel halad, az átlagos pedig mindössze 5 év perc, tehát majdnem háromszor olyan gyors, mint szokott, lenni. A Keironnak az, az átlagos haladása két-három évperc, itt most három egész, tehát három perc, három év három év másodperc, tehát teljesen átlagos. A Vesztának és az Asztriának pedig, ahogy láthatjátok, az átlagos lenne egy 15 év tehát negyed fok, a Veszta képest kétszer annyira, az asztra pedig másfélszer olyan gyorsan megy, de egyértelműen a Veszta a gyorsabb, ugye a tűpontos együttárásból a Veszta került ki, kicsit kijelőzött, most már majdnem egy fok a köztük lévő, sőt, de majdnem pont egy fok a köztük lévő távolság. De ezért érdemes ezeket figyelni, hogy mennyi az átlagos haladás, és mennyi a, egyébként a az, az aktuális adás. Itt lehet látni ezt a gyönyörű Eris Juno sötét holdat. A, a sötét holdról annyit, hogy az megy a leggyorsabban, napi három fokot halad előre, napi három fokot átlagosan. Az Eris pedig a leglassabban megy az összesen, talán mit tudom én, még egyet se, egy év percet se, tehát ugye egy nagyon lassú égítésről van szó. Juno viszont, mivel asteroida a keringési ideje, a napkörüli keringési ideje nagyjából 4 és fél év, tehát ugyancsak ez a 15 év perc a napi sebessége, tehát itt pont azt látjátok, hogy a leglassúbb égítest áll leghátul, de hát nagyon szoros konjunkcióban, a leggyorsabb pedig halad előre, tehát ez holnapra már tulajdonképpen alig lesz ott, míg ott lesz azért, de már abszolút távolodásként kell értelmeznünk. És akkor itt volt ugye a, a nap MC együttás, mondom, ez minden nap megtörténik a déli órákban, nyáron inkább 11 óra körül fogod ezt látni, télen meg valamikor, ugye attól függ, hogy éppen hogy melyik kanyarban vagyunk, de nagyjából akkor dél körül és akkor itt láthatod ezt a blokkoló együttállást, lát, lát tehát hogy könnyű kiszámolni, ugye, hogy kevesebb, mint két fok köztük a különbség, és ahogy mondtam, a Merkur éppen elég gyorsan halad, tehát két nap múlvára már egyébként átlép a halakba, a szaturnusz meg még, még ott totyog a vízöntő legvégén, analetikus. És aztán van egy ilyenünk is, ami ez most az nem az bocsánat, a solar másoltam ki, mert ott sokkal több mindent is berakhatok, és ott lehet látni a fokokat, tehát nagyon szépen lehet ellenőrizni. Ez nem volt kedvem kiradírozni, ugye a felszálló olcsomó most éppen 5 fok valahányon van, de az nem, nincs benne ebbe a konjunkcióba. Két olyan állást akarok nektek mutatni, ami nagy valószínűséggel a normál, ö, placidus, egyebek, egyéb programokban nem nagyon észlelhető. Az egyik az antivertex pontja, a másik pedig a prenatális, tehát a magzati korban átélt holdfogyatkozás. Mind a kettőt nagyon figyeljük a karmaszlógiában. Nézzük először a prenatális, magzati korban átélt holdfogyatkozást. Ugye mikor van holdfogyatkozás? Amikor teli holdkor, nap naphold opozíciókor, a földnek az umbrája szépen rácsúszik a holdra is, és eltakarja és ez amúgy is megér egy misét, most majd jön a áprilisban a fogyatkozás szezon, akkor majd természetesen készülök ezekkel a videókkal, de most másról lesz szó. Ha az ember normál, hogy mondjam, menetben kilenc hónapot eltölt az anyamékben, akkor esélye van arra, hogy nem, nem hogy csak egy fogyatkozás párt, páros, hanem kettőt is átél, teljesen mindegy, hogy így van, vagy nem, nincs így, akár egyet, akár kettőt áll, élt át. mindenképpen a karmasztrógia a születéshez közelebbi párost veszi figyelembe, és azt értelmezzük. És sajnos kedves tanítványok, ti már fogtok találkozni olyan ügyfelekkel, akik még csak most gyerekkorban vannak, vagy most növekednek fel. A, olyan gyerekekkel, akik mondjuk öt hónapos várandóságra születtek meg, és nincs prenatális nap- és holdfogyatkozásuk, vagy csak az egyik van, tehát lesz majd ilyen is, ez nem baj, egyel kevesebb karma jelölő van, de ha belegondoltok abba, hogy 2000, a 2000 után születtettek meg, alig vannak számaik is. Gondoljatok bele, hogy ha valaki 2000 január 1-én született, akkor összesen vannak, van egy darab kettese, meg két darab egyese. Tehát igen, ezek a lelkek, ezek egészen mások, mint a, a mi kis turbulens 20. században született kortársaink. Tehát visszatérve a prenatális holdfogyatkozásra, ez mutatja meg a léleknek a titkos vágyát, azt a vágyat, a, hogy mi az, amit mindenképpen el akarok saját magamnak, a saját lélekfejlődésemnek ö, ö, megtapasztalni. Ez gyakran kimondatlan marad, vagy szinten érzékelhető csak a szülött életében, és lehet leélni úgy egy fél életet, vagy egy egészet is akár, hogy tulajdonképpen nem valósul meg, vagy csak nagyon-nagyon halvány lélekszinteken valósul meg. És a helyzet az, hogy teljesen mindegy mi azért ezt figyeljük, és főleg akkor fejtjük, hogyha a közelében van valami, tehát ilyen egy-két fokon belül maximum, akkor orbis fogadunk el ebben az esetben, és láthatod, hogy ez bizonyít az uránusz. Tehát ennek a március 1-i télidő pillanatnak az, az is a kódolt üzenete, hogy a lélek titkos vágya változtatni. Változtatni. A lélek titkos vágya esetleg megtapasztalni a káoszt és az anarhiát, ott fönt jó ötletnek tűnik bármilyen baromság, de főleg megszabadulni a kötöttségektől, megszabadulni a felesleges dolgoktól, forradalmat kiváltani, akár ilyen értelmezéseket is adhatunk. Az Antivertex pedig az, az irányítható folyamatok, a szabad akarat, a szabad cselekvés pontja az akarmasztrógiában. Ha asztrokarmád van, akkor ott csak a vertex állítható be, ennek nagyon komoly oka van, de borzasztó egyszerű, megnézed a vertexet, fokra, percre, jegyre, és átrakod az ujjacskádat a képlet másik oldalán, és akár ceruzával behúzod, ott van a vertex, és ez megmutatja, hogy miben van szabad akaratod. Ebben a márciusi téridő pillanatban a szednán áll, a, a, szednával áll együtt az antivertex, ami azt jelenti, hogy ott van szabad akaratod, hogy szétszed az életed nem működő részeit, és egy más szempontból összeragd, ez egy gyönyörű állapot, azt kell mondjam, hogy hogy örülhetünk ennek, mert pontosan ilyen jellegű ö, dolgaink vannak. És akkor van itt van a Plutó hügelje konjunkció, ez ugye egy bepontosodó konjunkció, tehát a hügelje egyre, egyre inkább hozzá fog pontosodni a következő napokban a Plutóhoz, ugye megint csak azt van szó, tehát az átlagos napi haladási sebessége az nagyjából 15 év perc, ennél lehet persze gyorsabb is. Amikor éppen napközelben járnak az égitestek, akkor gyorsabbnak látjuk őket innen a földről nézve is. És konkrétan ez a transformatív rendrakás, vagy transformációs segítségével történő rendrakás. Így a jegyek legvégén elég izgalmas. És akkor itt is azért, hogy mondjam, nézzünk fényzőképeket természetesen, bár ennek az egész videónak a konjunkciók a, a lényegei. És pont a déli órákban, hogyha beveszed a tengelyeket is, és érdekes, megnéztem Londonban, meg megnéztem egy-két helyen, majdnem mindenütt ugyanezek a tengely állások vannak, akkor a tengelyek szépen kirajzolnak egy úgynevezett misztikus négyszöget, tehát lehet látni itt ugye az MC, az IC, és ezeken a pontokon ugye az asztendensen meg az mc ott áll a palaszaténa és a nap, tehát egy, egy sugárzó égitest is részt vesz az egészben, illetve a Vénusz-Jupiter-Keiron, itt direkt kihagytam a, az Asztrát és a Vesztát, mert azok ugye nagyjából 10, 10, fokon vannak, tehát egy kicsit kint vannak ebből a, vagy még csak 9, nem is 8-9 fokon vannak, tehát mindegy, innen a, a, Vénusztól indítom ezt. Azt lehet látni, ugye, hogy megmozgatódik ez a misztikus négyszög, hiszen létrejön egy kardinális tékvadrát is. Ez a kardinális tékvadrát kizárólag akkor jön létre, hogyha ezt a déli órákban nézed, mert akkor kerül be a desztendens pont és egyébként hát maga a, a misztikus néző is csak akkor jön létre. Tehát amit bárhol, bármikor látni fogsz, az igazából ez ez az alakzat, tehát az a a, még ez sem, mert az sincs ott. Na mindegy. Szóval igazából csak fényszögeket fogsz látni, hogyha a tengelyeket nem raksz be. De a déli órákban ott van ez a kirajzolódó fényszögkép, a napon ott van az atroposz, ugye az atroposz pedig gyakorlatilag a, a három párka közül a harmadik, aki elvágja az életvonalát. A Vénuszon ott van, tehát a Vénusz-Jupiter konjunkción ott van filozófia, filozófia. Ugye nem kell Magyarázom és Orpheus, ugye az alvilágban lemenő, az alvilágban a feleségét megkereső és azt fölhozni akaró dalnok, hát az sajnos nem sikerült. És a Leila Kuhóna, ugye az a, az a... madár, ami azt szimbolizálja, hogy a lélek bármekora nehézség, bármekora fájdalom ellenére mindig visszavágyik oda, ahonnan ahon, tehát hazarepül a fészkére, és nekünk emberi lelkeknek az a fészkünk, ugye nem az otthonunk talán, az otthonunk persze a felső dimenzió, de a fészkünk mindenképpen a földiség, hiszen, hiszen Isten nekünk adta a földet, nekünk kell a harmadik dimenziót föntartanunk, és a lejlakú honna pontosan azt a vágyat szimbolizálja, amivel például a keterikus szintekről elindulva a lélek a malkútban lekerül, ugye, hogy egy, hogy egy kabala hasonlata lélek, lekerül ugye a fizikai világba ez a malkút. Ugyanezt történik, ugye a lélek, a sokdimenziós kozmikus fénylény a energia nyaláb lekerül ide a fizikai testbe, megtestesül, és hát jó, rosszul, de végigcsinálja csinálja az életét. Tehát ez szimbolizálja a Leila Kuna, a fizikai sík vágyait. A Keirolon pedig most, ha láthatjátok, tehát azért próbáltam így mutatni a dolgokat, mert nem tudtam hova rakni, de itt vannak a Kaironhoz kapcsolódó transzendenségítések, ott van síva, ugye a Trimurtiból, ugye a pusztítva újra teremtő, a Diana, ugye az állatok szeretete, a vadász, istennő, Andi látod, itt van, ez neked szól, az Alderamin és az Alferac pedig ugye a két álló csillag, amiről már sokszor szó van, most úgy van a, úgy áll a Keiron, hogy mind a két oldalról az Orbis határ éppen beéri, ezek a csillagok nem pont egy helyen vannak, mert az Alderamin 12 fokon, nem, és az Alferacnak 14 fokon van, és a Keiron, ami most 13 fok környékén van, pont, pontosan behúzza mind a kettőt, ugye Alderamin a Kefeusz alfája, tehát az egyik etióp király, aki nem tudja megmenteni a lányát, az ország, tehát a lányom vagy az ország, Országon. ugye ez a dilemma, az Alferec pedig még mindig az öngyilkosoknak az egyik gyógyuló helye, méghozzá az a gyógyuló hely, nem a friss öngyilkosokat viszik ide, hanem azokat, akiket újra meg kell tanítani arra, hogy van létezik mozgásszabadság, létezik szabad akarat, megtehetsz dolgokat, anélkül, hogy, hogy a megkötözötség érzését kellene elviselned. A nem pedig ott van Ehe Plusz, aki, ami egy olyan kentaúr, aki igazából egy olyan kentaúr, ami az igazság és a valóság dilemmáit pedzegeti. Ugye mi az igazság, mi a valóság? Az én igazságom valójában teljes valóságe, és ahogy Bogár Laci bácsi szokta mondani a videójában, ugye a globális narratívák háborúja folyik most, abszolút így van, te a te bölcsességet pallasztaténél szükségeltetik ahhoz, hogy rájöjj arra, hogy ezek a globális narratívák, azok mindig valamilyen célt szolgálnak. mindig ott van egy hátsó szándék mögöttük, azért magyarázzák úgy a történéseket, ahogy nézzétek meg, kedvenc főpolgink a, 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 a hajnali tíz órakor még mindig csípás álmos szemekkel a, a kamerába bambuló karrieri, egyetlen szót nem bírt magából kipréselni az antifa támadások kapcsán. Tehát azért ezt rögzítsük, tehát ezek ilyen gyáva szarok, nem tudok más mondani. Hátulról falkában támadnak meg védtelen embereket, fegyvertelen embereket, vasbotokkal, ólombotokkal, el. Tényleg? És erre nincs egy rohadt szava Na jó, szóval én ezen háborodom föl, tehát figyeljetek oda, hogy mit olvastok, ne legyetek, ne maradjatok a buborékotokba, olvassatok el minden. Én, én abszolút minden fogyasztó vagyok, az, hogy megvan a világnézetem, az nem jelenti azt, hogy nem olvasom el a másik oldalnak, vagy a mit tudom én, a, 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 abszolút olvasom a globális nagy napilapokat, és jókat szoktam rögni rajtuk, hogy mennyire próbálják a valóságot egy tényleg egy más szemüvegen keresztül odaönteni elénk, de nagyon sikeresek, mert az emberiségnek a nagy része azért elfogadja ezeket a narratívákat. De te ne fogad el, nézz utána mindennek. Tehát legyél bölcs, légy szíves, ezt szolgálja az Eheklusz a palaszaténén. És akkor van egy Alzír nevezetű csillag, amiről majd rögtön szó lesz, ez az ikreknek a x-je, látjátok, 3,8-es, tehát tök, egy tök fényes csillagról van szó, de még sosem, hogy mondjam, sosem került terítékre, most végre igen. Az ic pedig, hogyha tényleg a déli órákat választod, és akkor ilyen nagyjából szűz 12 fokon ott lesz az oszma, a megtöretés gyógyuló helye az oroszlánban, ez az oroszlának a háta. És ide másoltam nektek az ikreknek az, 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 az szíjét, és egy olyan ér, nagyon érdekes, ég, az égboltnak egy nagyon érdekes szakasza ez, ugyanis rengeteg állócsillag van egyrészt, fényes állócsillag, másrészt pedig, talán lehet látni, hogy itt van a tejútnak a, hat, a gyönyörű csillag folyama. Ahogy látjátok, az a. Ez a csillag, tehát az alzír, nem is tudom, hogy, hogy kéne azt, az elbetű duplán ejteni a végén, mindesetre a, ugye Póluxnak a másik lába, az egyik lába alhéna, az alhéna egy nagyon fényes csillag, az a gamma csillaga, az is rajta van a teúton, és az alzír is rajta van a teúton, tehát mind a két lába az ikreknek egy, egy állatövi csillagképről van szó, amely mégiscsak a, a tapossa, tehát keresztezi itt egymást az Istenek ösvénye és az emberi, az emberi vállás ösvénye. És akkor megmutatogatok nektek itt egy-két fényesebb álló csillagot, mert alkalmam van rá. Ugye itt van az Orion, itt vannak az csillagok, csillagok, alnyítak, mint a nem tudtam oda préselni, mert túl, vagy kisebb, kis betűk kellett volna, vagy stb. Ugye a betegúz az alfája az Orionnak, ez a keleti vála, a, a nyugati lába a rigel szintén baromi fontos csillag láthatjátok itt a sirius t amely az égbolt legfényesebb csillaga. És afelőtt ott van a Prokion, erről többször is szó volt már. A Prokion ö, szintén egy baromi fényes, egy nullás, ö, nem mínuszos, mint a Sirius, de egy nagyon-nagyon fényes csillag, é, de a Szíriusnak a minősége elhomályosítja a Prokiont. És a Prokion az a csillag, ahol azt tanulod meg, el elmondom, hogy ugye a Sirius, a nagy kutya, a a, a alfája, a Prokion meg a kiskutyának az alfája, eleve ugye a nagy kutya kiskutya, tehát ott van ez a disztinktúra ugye a méretre, nyilván van a nagy kutya a fontosabb, de ráadásul tényleg egy, egy kicsit kevésbé fényes csak a prokion, de mégis olyan, mint hogyha ez, ez egy konstellációban az alfa és a béta csillag lenne, pont úgy, mint a Bellatrix és a Betelgúz, hogy a Bellatrix egy ragyogó, semmit sem hátráltató sikert hoz, a Bellatrix viszont az árnyékból megélhető siker. És itt ugyanígy hiába más konstelláció, én ezt abszolút egynek érzékelem, hogy a Sirius, ami a, az égbolt legfényesebb csillaga, a szent energia, és bármi sikerülhet, és minden megvalósítható, a Prokion viszont elhomályosul annak ellenére, hogy egy barami fényes csillag fényesebb egyébként például, mint a szem talán a régelnél is fényesebb, de azt mutatja meg, hogy van nálad fényesebb is, tehát akármilyen képességeid vannak, néha meg kell tanulnod a háttérben maradni, néha meg kell tanulnod azt, hogy nem te vagy a legfényesebb csillag az égbolton. Tehát ezek, ezek talán a legérdekesebbek, és még itt van az ikrek csillagképnek a kasztor és polluxja. Jó, tehát így néz ki a március elsőjei téridő, csak felhasználtam az alkalmat, hogy kicsit csillagokat is megmutassak nektek, mert így talán egyszerűbb látni, és hogyha látjátok ezt a képet, és fölnéztek az égre, március 1 még bőven lehet látni ezeket, Ugye naplemente után egy-két órával, amikor már megtörténik az úgynevezett tengerészeti félhomály, azon túl vagyunk, szépen felragyognak a csillagok, keressétek meg őket ez alapján, a térkép alapján, és ismerkedjetek meg velük, nagyon jól fel lehet őket használni a mágiára. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Legközelebb, nem tudom, mikor jelentkezem, de biztos, hogy hetedike egy izgalmas telihold lesz, egy ugye szűz telihold rajta a Liliten, az a Liliten, úgyhogy már nézegetem a képletet, és majd hamarosan jelentkezem. Sziasztok!